A papírformának megfelelően a Győri Audietó női kézilabda csapata lesz a Magyar Kupa döntőjének egyik résztvevője. Ambros Martin fehérmezbe öltözött csapata a szombati elődöntőben azt a Veszprém barabást múlta felül, amely az elején megrángatta a címvédő bajszát. Takács Bianca rövid idő alatt háromszor vette be Herrorsolya kapuját. Az Etó szellős védekezésének meglett a böjtje, a 10. percben már 4-jel vezetett a barabás. Ambros Martin pedig időt kért és csak annyit kérdezett, miért? Szavak helyett tettekben válaszoltak a győri lányok. Andrea Lekics vezetésével villámgyorsan kiegyenlítettek. Innentől kezdve már csak egy csapat volt a pályán. A zöldfehérek remeklésének köszönhetően a félidőben 19-11 állt az eredményjelzőn. A szünet után a Győr ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta. A rábapartiak nem csak eredményesen, hanem látványosan is játszottak, hála Lekicsnek és Radičevićnek. A Veszprém derekasan küzdött, de a papírformát nem tudta felborítani. A végeredmény 35-24 a Győr javára.